Egy pilóta nélküli Szojúz teherszállító űrhajóval hozzák vissza a Földre a nemzetközi űrállomáson rekedt két orosz és egy amerikai űrhajóst. Az eredeti űrsikló meghibásodott, amikor egy mikrometeor csapódott belé, tudatta az orosz űrkutatási hivatal vezetője. Yuri Borisov elmondta, számos vizsgálatot lefutattak és arra jutottak, hogy üresen kell visszahozniuk a megrongálódott űregységet. A nemzetközi űrállomásra szeptemberben érkeztek az asztronauták. Egy decemberi űrséta előkészítése közben vették észre, hogy szivárog a hűtőfolyadék. Várhatóan február 20-áig várniuk kell a hazatérésre, de elvileg nincsenek közvetlen veszélyben.